Utazótáska, napszemüveg. Ezek a leggyakoribb kellékei a nyári hónapokban a nyaralási szezonnak is. A belföldi célpontok mellett egyre többen választanak külföldi úti célt a pihenésre. Ebben az esetben azonban érdemes különös figyelmet fordítani az egészségbiztosítási ellátásra. Ennek egy lehetséges eszközét jelenti az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Nagyon sok információt találunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a lakossági oldalán, a www.oep.hu oldalon, a lakosságnak fülmenüben az ellátásra való jogosultság szabályai itt részletesen megtalálhatóak, ugyancsak itt találhatóak meg azok az előírások, amelyek az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkoznak, amelyet célszerű igényelni abban az esetben, hogyha valaki a Európai Gazdasági Térség országaiba utazik, ez az Európai Uniót jelenti, illetőleg ezen kívül még néhány államot, Izlandot, Norvégiát, Liechtensteint és Svájcot. Ezeken a területeken az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges ellátást biztosítja a kártya tulajdonosa számára, azokkal a feltételekkel, amelyeket az adott állam a saját állampolgárai számára is biztosít. A térítésmentesen igényelhető kártyát az a személy kaphatja meg, aki Magyarországon is egészségügyi ellátásra jogosult. Szükséges a kiállításához a személyazonosságot igazoló okmány, ugye ez lehet útlevél, személyigazolvány, vagy új személyigazolvány esetén szükséges hozzá a lakcímkártya is. Szükség van még a tajszámot igazoló okmányra, és abban az esetben, hogyha valaki a rendszerben nem tűnik rendezetnek a jogviszonya, abban az esetben szükség lehet egyéb dokumentumra is, például a kereső tevékenységek végzők esetében a munkáltató igazolás. A társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek intézésére városunkban a Vasmi út 41 szám alatti irodaházban van lehetőség, az első emelet 101-es helyiségében. Az ügyfélfogadási idő csütörtökönként 8 óra 30 és 12 óra között, valamint 12 óra 30 és 15 óra között tartják.